A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégem ismét Kovács Szilárd, veterán légierős sorkatona, aki ugye már járt nálunk, és azt hiszem, hogy az életútja, írásai, könyvei mind-mind megerősítést jelentenek, hogy foglalkozunk a katonasággal, foglalkozunk a katonai szépirodalommal, mert hogy ez rendkívül fontos. És hogy ez mennyire megkapja magát az elismerést, azt hadd mutassam meg, hiszen itt a Magyar Veterán Repülők Somogy megyei Egyesületének Taszári csapata egyéb iránt, itt van egy elismerő oklevél, ami nagyon-nagyon fontos, azt hiszem, és megerősítést jelent vendégünknek. És a másik oldalról pedig itt van szintén, ezt felolvasnám, a Bázis Rakéta 2022-es. Kedves Kovács Szilárd, ezúton is köszönjük az irodalmi műveket, amelyeket elhelyezésre kerültek a Zsámbék Rakétabázis Hadikulturális Központ készenléti épületében, és a Rakétabázis csapata küldte ezt az elismerést. Gratulálunk, és köszönöm, hát vendégem szépen. Természetesen Kovács Szilárd. Tisztelettel köszöntöm. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Nézzük no, meg. Hát én azt hiszem, hogy Kosicki Attila altábornagyúrnak nagyon sokat köszönhetünk, igen, már mint mi, és ön is, hiszen a légierő vezérkari főnöke volt, igen, az, igen, aki biztatta, hogy kezdjen el írni. Igen, igen, ő kezdett, mondta, hogy próbáljam meg, majd kiderül, milyen lesz az egész, aztán visszajelzések alapján. És egész jó lett. Tehát először úgy próbáltak támadni, sajnos ez ilyen, és akkor később már azért másabb lett a helyzet, és most már azért nemzetközi szinten is tudok publikálni, külföldön is, belföldön is, és elég komoly szintű helyekre tudtam eljutni ez miatt. Erről beszélgetünk, hiszen a természetről, illetve repülős írásokat egyaránt, szép irodalomhoz kapcsolódó írásokat egyaránt közöl, és ráadásul most már Facebookon is fönt van, igen, a katonai repülős baráti csoportokban és civil, igen, csoportokban is. Mielőtt ezekről beszélgetnünk, hogy az indítatásról, hiszen erről azért bővebben kell, hogy szó essék, nézzünk meg egy olyan szavalót, Oberfrank Pál, a Veszprémi Színház igazgatója személyében, aki egyéb iránt Kossuth Díjas és Magyarország, tehát hazánk érdemes művésze, amint öntől mond egy verset. A katona útja. Oly sok küzdelemben, szolgálatban részt vett a katona. Arcán az élet, idő, mély ráncokat karcolt. A múlt, a fájdalom és szívén s lelkén sebb helyeket hagyott, mégis igaz ember maradt mindenkor. Bármi történt, tudta, miért volt. Sose hátrált meg, vagy panaszkodott. Mindig tette a dolgát. A démonait kordában tartotta. Térdre rogyott ő is. Volt rá példa, de felállt, mert katona, ki rendíthetetlenül állt a tomboló viharban, mely pusztított. Ő utat vágott ott, ahol más nem, mert az emberi értékek fontosak igazán, amelyek valódiak, mint a könny, amikor legördül élettől megviselt arcán, de olyan erős, mint a vízesés, mi kemény sziklába is barázdát vájt. Megmutatta, mennyire erős a lelke, szíve, s igaz katona ember maradt mindig. A halál ösvényén is járt akár. Nos, én azt hiszem, hogy méltó a témához, és ez egy csoda. Miként ismerkedett meg Oberfrank Pállal? Hogy került hozzá ez az írás? Hát ez nagyon egyszerű dolog volt. Nekem tetszett amúgy is mindig, ahogy szavalt, és meg szerettem volna kérni, hogy felszavalja írásomat. Küldtem neki e-mailt hivatalos formában,
lementem, bemutatkoztam, megismerkedtünk, és akkor átadtam neki egy-két írásomat ajándékba, és ő azok közül felszólalt egy párat nekem tiszteletből. Hát nagyon nagy dolognak számít ez, mert nem is gondoltam, hogy valaha sikerül ilyen. Így van, tehát ez egy nagyon-nagyon fontos lépés, de melyik volt az első? Hiszen ahogy a bevezetőmben már említettem, repülős írások, amik kapcsolódnak a szépirodalomhoz, illetve a természetről szólók. Hát többet szavalt fel nekem szerencsére, tehát az ajándékot, amit átadtam az írásom közül, volt benne repülős, természetírás, tehát ez ilyen egyveleg végül is, és egy katonai, amit most hallottunk, ami nagyon szívben markoló szerintem, meg valahogy úgy ráéreztem az íráskor, mert ezt tehát külföldön, nemzetközi oldalakon is nagyon kedvelik ezt az írás. Beszéljünk egy kicsit a civil katonai alapítványról, a Szolidaritás katonáinkkal, non-profit alapítvány, hiszen ez egy nagyon sokszínű munkát takar, igen, fellépnek és segítenek nagyon sok mindenen. Kezdjük talán például, amit itt megemlít külön, az ülői úti iskolák lebontása, igen, miatt szót emeltek. Hát ez miatt állítottunk egy emlékművet közös erővel, nagyon 500-valahány ember, pontosan nem tudom, mindegy. Nagyon sok veterán katona és aktív katona benne volt, sikerült is, felállítottuk az emlékművet, Honvédség átvette hivatalos katonai emlékműként, és akkor most elkezdtük a Honvéd veterán otthont előterjeszteni felső szinten, minisztérium fele, ez is megtörtént, és akkor majd várjuk a visszareagálásukat, hogy mennyire segítenek, vagy adnak segítőkezet nekünk, mert ez ugye egy nagy beruházás lenne, mert valahol Magyarországon még nincs eldöntve, egy volt katonai bázis kellene átalakítani, vagy pedig más megoldást kell keresni, de hát ezek nagyon nagy horderejű dolgok, tehát itt nagyon sok pénz kell hozzá, de viszont most az emlékművet, amit állítottunk, egy információs táblát kihelyeztünk, hogy bárki, aki arra jár, tudja, hogy miért van ez az emlékmű, mert sokan nem tudták, hogy miért lett állítva. Erről beszélünk, de egy kicsit beszéljünk a civil katonai, igen, alapítványról. Honnan jött a gondolat, hogy ezt ugye regionális koordinátorként, igen, vesz részt ebben a munkában, hogy, igen, ezt megalapítsák? Hát ezt tehát Bucs Sándor és Dogosi Károly, az elnök és az alelnök alapította meg, mert ők úgy látták jónak, hogy valamit kell csinálni, és akkor ők ugye tudják, hogy miért alapították, én annyira nem folytam ebbe bele, én csak úgy utólag csatlakoztam, és kineveztek egy ilyen beosztásba vagy posztra, mert hogy támogattam az ügyet, hogy minél többen legyünk benne, mert hát mindenhol promotáltam ezt a dolgot, hogy gyűjtsünk pénzt, sikerüljön a dolog, és sikerült, és ennek nagyon örülök, mert itten de mindenki adakozott valamilyen összeggel, tök mindegy, az a lényeg, hogy sikerült, és meg tudtuk csinálni. Igen, mert civil és veterán katonák, igen, ezt miként látja, mennyire van szükség, hogy a veterán katonákat, hát amikor szükség befejeződik az van a pályafutásuk? Rá, mert, hogy mondjam, tehát külföldön mindenhol van ilyen veterán, otthon létezik, csak Magyarországon nincs, tehát erre nagyon nagy szükség lenne szerintem. Csak hát a vezetésnek kellene segíteni ezt az alapítványt, vagy akik ezzel foglalkoznak, hasonló alapítványokat, mert különben nem lesz semmi, mert hát ide nagyon sok pénz, meg minden kell, apparátus, ami önerőből már nem megy. És hol tartanak most ez ügyben? Hát most el lett küldve a petíció, mert aláírás gyűjtöttünk, és el lett küldve a minisztériumba, az Bucs Sándor ezredes úr, nyugállományú ezredes elvitte, Dogosi Károlya, és akkor most várjuk a reagálásukat, hogy mi lesz. Említette az ülői úti iskolák, igen, lebontása ellen is szót, igen, emeltek. Igen. Ez miért fontos önöknek? Azt tudjuk, hogy frekventált helyen van meg egy olyan intézmény, ami fontos. Mert sok embernek adott életpályát, ugye ott kezdték a karrierjüket, és akkor külföldiek magyarok, és akkor ez Magyarországnak jó hírnevet is szerzett annak idején, ugyanúgy, mint a mostani egyetem is, de hát ezt nem kellett volna szerintem lebontani, valamit meg kellett volna tartani belőle, és akkor meghagyni egy múzeumnak, vagy valaminek, de hát így döntöttek akkoriban, az volt a megfelelő, és akkor valamit kellett helyette produkálni szerintem, és akkor ez így alakult. Beszéljünk a Facebook, ugye a katonai, igen, repülős csoportokban benne van, baráti csoportokban, igen, és író civil csoportokban. A katonai repülős baráti csoportokról kérdezném, hiszen ez szerte a világon így van, ahogy mondtam,
egyes számú lovas hadosztály, illetve a 101-es légi desszant Navy Seals, az ugye az amerikai Igen. csapatok. Igen. Ez hogy jutottak el az amerikai csapatok is az önírásának? Ez úgy jutott el, hogy volt egy magyar veterán katona, aki besegített egy csoportba, mondjuk például az első lovas ezrednek a csoportjához, mert ő ott szolgált egy időbe, így kiküldetés alapján, és akkor így bekerültem, mert ugye leinformálták az embert, hogy ki az az illető, mert nem tudnak róla semmit, és akkor elmondta, hogy ki vagyok. Így bekerültem, ott elkezdtem publikálni, és azt, amit ideírtam Magyarországra, a magyar veteránoknak, meg akiket érdekel ez a dolog, az ott ki nagyon jól megállt a helyét, és akkor utána már be tudtam lépni máshol, és már látták, hogy hol vagyok jelen. És az nyilván az megerősítést jelent, hogy ez visszaigazolás. Igen. Igen, mert ott kint azért olyan katonák voltak, meg vannak is, akik nagyon kemény helyzeteket éltek meg, ugyanúgy, ahogy itt is. Tehát ők tudják, hogy miről írok, most tudják értékelni is ezt, mert jól esik nekik nagyon. Miként választ témát, hiszen ami az egész világban népszerű kell, hogy legyen, az nyilván az itthon is egészen különleges. Tehát az nagyon-nagyon fontos, hogy megérintse őket is. Igen, tehát ez nagyon nehéz, de hát beszélek veterán katonákkal itthon is, tehát különleges katonákkal is akár, de ugyanúgy sorkatonák mindenkivel, tehát én nem teszek így különbséget senki között, mert nem is szabad. Tehát az a lényeg, hogy beszélgetek, és akkor levonom a tanulságot, és abból állítom össze a saját gondolataimmal, hogy mit érezhetnek ők valójában. Megközelítem, nem azt mondom, hogy le tudom írni, csak megközelítem. Tehát ezek tulajdonképpen irodalmi írások Igen. mindenképpen, de Igen. valóság alapja van. Igen. Tehát ez az alap, hogy valóság alapja legyen. Igen, mert hát ez a legjobb dolog a valóság, tehát ehhez kell közelíteni az embernek, én így látom, amennyire lehetséges. Hát én így tudom megoldani, ahogy lássák, meg olvassák az emberek, és úgy néz ki, hogy jó, amit csinálok, mert jó visszajelzéseket kapok. Térjünk vissza az első könyvéhez, Igen. hiszen a szenvedélyes élet pillanatai ez nagyon-nagyon fontos. Igen. Ugye eljutott a könyvtárba, tábornok úrnak is említette, aki azt mondta, hogy ez nagyon jó. Igen. Beszéljünk erről, honnét jött a gondolat, hogy így, ilyen értelemben ebben a jelző szerkezetben az élet különböző pillanatait megfogalmazza, itt a szenvedélyes jelzőről. Igen, kérdezni. Azért, mert ebben nem csak, tehát van két katonai stílusú írásom, a többi az mind civil, ami engem érdekelt, az autóversenyzés, tehát érzelmek is vannak benne, romantikus írások is, természet írások is vannak benne, tehát így minden van benne, depressziós is, mert pont depressziós helyzetben voltam akkoriban, és akkor ez így indult az egész írásom. És egy író barátomnak elküldtem az írást, elolvasta, és azt mondja, ez egy jó, erős, közepes írás. Hát mondom ezt, csak úgy írtam. No, akkor menjünk sorba. Beszéljünk a szenvedélyről. A szenvedély minden ember számára kiemelten fontos. Itt nem elsősorban a párkapcsolatokra gondolok, hanem az élet különböző köznapi dolgait is lehet szenvedéllyel megközelíteni, hiszen akkor születik belőle eredmény. Igen. Hát én a repülés, az autóversenyzés, motorozás, ezeket nagyon szeretem, ez végül is szenvedélyem, és akkor a repülés az mindenek felett áll. Nem tudom miért, repültem párszor, volt szerencsém, de nem katonai repülővel, úgyhogy ez meg is maradt szerintem életem végéig, és akkor ez így alakult ki az egész dolog, és azért sokat olvastam ezen a téren is, megbeszélgetek valódi pilótákkal, katonai pilótákkal, civil pilótákkal, és onnan is jönnek információk, és akkor úgy az egész összeáll. Például a múltkor írtam egy vadász pilótás írást, nem tudom most a címe, nem jut eszembe. Az a lényeg, hogy elküldtem a Kosicki úrnak, és azt mondta, hogy nagyon jól megközelítettem, amit a vadász pilóták megélhetnek. Tehát ez már nagyon jó, hogy meg tudtam közelíteni. Tehát ez a szenvedély Igen. egyik oldala, de nyilvánvaló a hétköznapok is foglalkoztatják, illetve az Persze. ünnepek. Beszéljünk a hétköznapokról, mert hiszen nyilván nem csak és pusztán a mindennapok problémái foglalkoztatják, amit aztán később papírra vet. Igen, tehát sok minden érdekel, de hát a nagyvilágban élünk, tehát nyitottnak kell lenni mindenre szerintem. Ugyanúgy politika, nézetek, meg hasonló dolgok, tehát amik történnek itt körülöttünk, a világban is, mert sok minden történik, és hát nem tudom, tehát én azt veszem észre, hogy sok minden nem jó, de ezzel én nem tudok mit kezdeni, én csak le tudom írni, ami nem tetszik, de
nem mindenkinek tetszik, tehát ezt tudomásul kell venni, én elfogadom, mindenki másképp lássa a dolgokat. Természet. A természet, is fontos az ön számára. Igen, az nagyon fontos, mert hát szerintem onnan indul minden, tehát az embernek közel kell lenni a természethez, mert annak idején természetbe ért mindenki. Tehát ez nem tudom, ez beállítottság szerintem. Az egyébként megerősítést jelent, ugye említette, hogy nagyon sok helyen fogadták be az írásait, igen, és véleményezték is, és tekintve, hogy megjelent, akkor nyilvánvaló, hogy az megérdemelt. Milyen kapcsolat fűzik Kosicki tábornokhoz, hiszen számtalan szor említette. Igen, hát én nagyon jó barátságban vagyok vele. Annak idején ő volt a vezérkari főnököm, a légierőnél szolgáltam, mint őrkatona, harchelikopterezred, Bakon 87 harchelikopterezredni, és akkor még nem ismertem, csak a hírnevét ismertem, és leszereltem, és akkor elkezdtem így a veteránokkal beszélgetni, hagyományőrzés, mert az is érdekelt, és akkor egyszer úgy vettem a bátorságot, ráírtam, és akkor úgy elkezdtünk beszélgetni sokáig, e-mailbe, messengeren, telefonon, és akkor megvolt az első találkozás Veszprémbe a hadi kulturális napon, és akkor onnantól nagyon jó a kapcsolatunk, és sokat segített nekem mindenféle téren, mert véleményezte a dolgokat, és abból sokat lehet következtetni, meg levonni. Nyilvánvaló, hogy az írás mellett kiemelten fontos az ön számára a Szolidaritás Katonáinkkal alapítvány. Igen. Ez az alapítvány megalakulása óta ugye természetesen regionális koordinátorként is az elsődleges feladata, hogy segítse azokat a nyugdíjas, vagy általában is a katonákat? Vagy ez elsősorban a... Én inkább veterán találkozókra eljárok, és akkor ott próbálom ezt, tehát promóciózni, vagy beszélgetni emberekkel, meg keresni új embereket, tehát végül is akiket érdekel ez a dolog, mert egy bizonyos réteget érdekel, tehát nem mindenkit. És aki belép, azt szívesen látjuk, mert kell minél több ember, hogy összefogjunk, mert csak akkor lehet valamit elérni. Ez így működik ebben a világban most. Melyek azok a legfontosabb problémák, amelyekben egy ilyen alapítvány segíteni tud? Beszéljünk az aktív katonákról, hiszen ők is részei. Igen, igen. Tehát például tudnak veterán találkozókon találkozni az emberekkel, a fiatalokat terjeszteni a dolgokat, tehát hogy érdemes belépni katonának, vagy mit érdemes csinálni, vagy melyik irányba menjen el, tehát ilyen felvilágosítási dolgokkal foglalkozni. Meg később, hogyha van valami olyan dolog, akkor még másképp is tudják segíteni a fiatalokat, mert a fiataloké a jövő, ugye. Abban tudnak segíteni, hogy nyilvánvaló, hogy aki az egész életét egyenruhában töltötte, és véget ér a katonai pályafutás, az megtalálja a civil életben is a helyét? Hát szerintem biztos tudnak abba segíteni, csak fel kell venni velük a kapcsolatot, és akkor ők majd a vezetőség eldönti, hogy melyik irányba meg hogyan tudnak segíteni, mert ugye itten többen vagyunk benne, és én csak egy koordinátor vagyok megyei, vagy regionális inkább. Tehát én nem látom át az egészet egybe, mert nem látok bele mindenbe. Amikor arról beszéltünk, hogy ugye könyvalakban is megjelentek, igen, az írásai, újságokban is publikál, igen, például itt a Fehérvár újságban a Fénysugár ereje az egyértelmű volt, viszont mi a fontosabb? Tehát egyáltalán érdemes erről beszélni, hogy a Facebook posztok mamasság elárasztják a világot. Igen, igen, hát ez könnyebb megoldás, mert nem kell kérni, hogy kitegyék, hanem kirakja az illető, és ottan majd egy az egybe kapja a hideget, meleget. Tehát ottan nincsen az, hogy barát, vagy nem barát, vagy ismerős. Ott engem se ismernek, mint embert, mert nem ismerhetnek, mert nem ott élek külföldön, hanem csak az írásom tetszik, vagy nem tetszik. Tehát ez a kettősség mindenképpen megerősíti, igen, az író embert, hogy a Facebook, igen, posztjait olvastják, igen, viszont azért nagyon-nagyon fontos, hogy könyvben, illetve nyomtatott változatban is megjelenjék. Szeretném is megjelentetni, hát hogyha lesz rá módom, meg is lesz, és akkor nem csak én fogok benne szerepelni, több veterán katonát is gondoltam, hogy beleteszek, valós történetekkel is, meg plusz az én írásommal, meg van nekem is egy valós történetem, ami annak idején a Kosicki úr akart egy könyvet kiadatni, hogy akik szolgáltak a légierőnél, háttér személyzet, én is benne lettem volna ezzel a történettel. Tehát ez egy átnézett minden szempontból
rendben van a történet, és ez benne lesz a könyvemben mindenképpen, tehát ez ilyen kettős könyv lesz valójában. Tehát ez tulajdonképpen egyrészt az egykori légierős katonákhoz szól, másrészt pedig az olvasókhoz. Igen, igen. Mert igen. Az korán sem mindegy, hogy... Hát ez vegyes lesz, mert itt ugye lesznek benne speciális katonák is, tehát nem csak légierős katonák lesznek, mivel baráti körömben elég kiterjedt, és akkor vannak emberek, akik látnak benne fantáziát. Egyébként pedig mennyit ír naponta? Egy kicsit beszéljünk erről. Ez változó, mert ez hangulattól függ, mind a művész embereknek, tehát hogyha valami megérint, akkor azonnal írok, de volt olyan, hogy 3-4 írás naponta, de valamikor csak egy héten egyet. Tehát ez nálam nem kiszámítható dolog. Nem is tudok megrendelésre írni, mert próbálták azt is, hogy írjak megrendelésre. Hát tudok írni, biztos tudnák írni, csak nem egyszerű az, mert ennek kell egy indítatás, valamilyen lelki, ami nélkül nem megy. De nyilvánvaló a pályafutását ismerve a depresszió már túl van. Igen, hát az már bőven túl vagyok. Jó. Mind dolgozik most? Hát most az űrhajózással kapcsolatban szeretnék egy újat írni, mivel megismerkedtem az új űrhajósokkal, akik majd felmennek az űrbe. Kapu Tibor és Cserényi Gyula, ha jól emlékszem a nevére. És akkor az a lényeg, hogy szeretnék mindenképpen egy új írást írni, és akkor azt publikálni legközelebb, hogyha meghívnak az űrhajós kongresszusra Balatonfüreden megint, mert az első részt vettem, és nagyon jó volt, és remélem, hogy még lesz más irányba is írásom, mert például a francia idegenlégiós baráti csoportban mostant elértem a 350 ember, aki megnézte az írásomat és tetszett neki, ebből több megosztásom is lett, de a legjobb az, hogy kiküldtem a magyar űrhajós írásomat, amit Aldrin, tehát igen, ne feledkezzünk meg egy legendáról. Igen, igen, Buzz Aldrinnak a menedzsmentje elismerte az írásomat hivatalosan e-mailben, és az nagyon nagy megtisztelő dolog, mert hát nem gondoltam volna, hogy kapok ilyen e-mailt. Igen, az egy csoda. Nos, hát mit kívánjunk önnek? Erőt, meg szerencsét. Nos, hát akkor erőt és szerencsét kívánok a további írásaihoz. Természetesen majd azért kézbe vesszük, elolvassuk, és a közeljövőben én bízom benne, hogy fogunk tudni még találkozni. Hát remélem én is. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm, hogy megtisztelt. Kedves nézőink, Kovács Szilárd volt a vendégem ismét, egy légierős veterán sorkatona, aki jelenleg írással foglalkozik, remek könyvei, illetve írásai jelennek meg a Facebookon. Kövessék önök is, hiszen higgyék el nekem, megéri. Pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.